Kedves vendégeim, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Szanki Református Óvoda nevében, és természetesen a középső csoportos gyerekek, óvónénik, dajkanénik nevében. Nagyon lázasan készültek a gyerekek erre a napra, hihetetlenül, és szó szerint lázasan, mert a múlt hét sajnos tényleg azzal telt, hogy a fél csoport lebetegedett, és ezúton is szeretnénk megköszönni, akik segítettek abba nekünk, hogy a gyerekek ma ki tudjanak állni, úgy az egészségüket, hogy megtámogatták, hogy minél hamarabb lábra álljanak, és természetesen akik segítettek egy picit a versekkel, hogy most bátran Önök előtt állhassanak. Azt hiszem, nagyon jó ötlet volt a tavalyi évhez képest, hogy úgy döntöttünk, hogy minden csoport külön tartsa meg a mai kis, illetve a karácsonyi adventi ünnepségét, hiszen ha megnézzük a termet, akkor teljesen megtöltötte a középső csoport. És hát, hogy ne töltötte volna meg, hiszen minden anyuka, minden apuka, minden nagypapa és minden nagymama kíváncsi az unokájára, a gyermekére. Én azt hiszem, hogy nincs is a világon akkora kincs, mint egy kisgyermek, az Önök gyermekei, az Önök unokái, hiszen bearanyozzák minden napjaikat. Azt hiszem, hogy elmondhatjuk mindannyian, hogy talán igazán ez az egy értelme van az életnek, hiszen maradnak utánunk utódok, akik bennünk élnek, minket visznek tovább, és gyönyörködhetünk abba, hogy hogyan nőnek fel. Azon gondolkodtam, hogy milyen gondolat az, amit meg lehet így karácsony előtt osztani. Egy héttel a Szenteste előtt. Nagyon gyakori, amikor elhangzik a hit, remény, szeretet szavak. Vajon tényleg csak decemberben kell beszélnünk a hitről, a reményről és a szeretetről? Augusztusban a 40 fokos hőségben, vajon akkor miért nem beszélünk róla? Pedig akkor is ugyanúgy szeretjük a családunkat, ugyanúgy szeretjük gyermekeinket. Ezzel a szeretettel fogadják őket, és nagy tapssal, nagy biztatással, hiszen tényleg nagyon sokat készültek, hogy meg tudják mutatni, hogy az elmúlt 3-4 hónapban mit tanultak, és hogy mennyit ügyesedtek a tavalyi óvodai belépést követően. Kívánok a ma estére mindenkinek nagyon jó szórakozást, és érezzék magukat jól. Köszönjük szépen! Békesség most ti néktek, emberek! Örvendezzél, derékvilág! Hangozzatok, jámbor legendák, zsolozsmák, bibliák, imák! Kicsi gyertyák, lobogjatok föl, bóduljunk tömjénynek szagán! Szép dolog ez, így kell csinálni minden karácsony éjszakán! Karácsony ünnepünk, mindenhol gyertyaként, békesség jelképet a gyertya lát. Minden nap gyújtsatok, gyertyákat emberek, igen, a béke áll mindenhol már. Szívem
szívemben nincs nyugalom. Ki mondja meg nekem, hogy éljek s mit tegyek, hogy karácsony ünnepén boldog legyek. Ki mondja meg nekem, hogy éljek s mit tegyek, hogy karácsony ünnepén boldog legyek.
Kinn a rengeteg mínuszök köt, ne bönkálj, ha lágydal cümmög. Hát csak essen egy méter hó, nekünk jó, nekünk jó, nekünk jó. Ha esni fog álló éjjel, melegével jó kibélel, majd a pattogó kandalló, legyen hó, legyen hó. Kinn a hóvihar jócskán tart, én a rúcsit úgy halogatnám, mégse fázolos úton majd, csak most jöjj át igazán. A tűz kihunyt már, de mindegy, elköszönni tőlem nem megy. Hisz te szeretsz, ez észfontó, nekünk jó, nekünk jó, nekünk jó. Mégse fázom az úton majd, csak most ölej át igazán a tűz kihunt. Hófehely, csillagó, hull a földre, millió, táncra feldő szüntelen, táncos kedvű ünnepen. Thank you.
a koszorjút, egy-egy a rét, a kajácsok messze van még. A kettő rét már közelebb örül, ennek felnőtt és gyerek. Három gyertya, meleg színe, azt üzeni eljön véle. Négy kis gyertya, fénye, lángja, szeretetet hoz majd a házba. Te tudod, kisfia, én ezt álltam a jobbat, amikor a 50 elgét tárgy, és örülünk egymásnak. Karácsonykor csillagyúr ki, Betlehem szerel, Betlehem istállóban, maradtam, és mindent megtudtam tőletek. Már nem is várok annyira, de nagyon elámosodtam. És mire szépeket, és tavasszal nagyot ki kellett újra tele. Nagyon szépen köszönjük a középső csoportosoknak, kislányoknak, kisfiúknak, hogy bearanyozták a ma esténket.
és igazi kis angyalok voltak ma itt előttünk. Köszönjük szépen az óvónéniknek, Daduska néniknek, hogy felkészítették a gyerekeket, és természetesen nagyon szépen köszönjük Önöknek, hogy megtiszteltek azzal, hogy eljöttek, és megnézték a gyerekek műsorát. Köszönjük szépen az egész éves együttműködést, és a következő új esztendőben kívánunk mindenkinek nagyon boldog új évet, egészségben, békességben, gazdag, áldott új esztendőt, és előtte pedig mindenkinek békés, áldott karácsonyi ünnepeket. Köszönjük szépen!